Hallihó, sziasztok, kedves követőim! Jó akusztikával köszönök be nektek! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, és tesztelünk egy bronzert és egy pirosítót, hogy mik azok, lássuk! Nekem egy McDo pirosító, már elég régóta megvan, és nagyon-nagyon hasonló így az árnyalat ez az új NYX 12-es pirosítóhoz. Érdekes volt így egymás mellett látni a kettőt. Annyit még, hogy én nekem általában ilyen koralszínű pirosítóim vannak, de ezt a pirosítót nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy... Sziasztok, most már megszólalok. Igazából én nem is akartam ilyen tesztvideót vagy sminkvideót, és nem is lesz ez egy komplet sminkvideó, mert itt be is fogom fejezni, szóval nem fogok én most szemsminket se csinálni. Egyébként így nekem tökre tetszik, amit látok. Ugye én most kipróbáltam a Catrice-nek ezt a folyékony bronzerét, és a NYX-nek ezt az újfajta pirosítóját, ami így első ránézésre nagyon brutál árnyalat, és mégsem olyan lila. Tehát láthattátok, hogy mind a két terméket, az egyik egy folyékony, a másik egy porállagú termék. Én a készfejemen letapogattam, eldolgoztam, onnan vettem föl ecsettel, építgettem, ugye a bronzert építgettem, és
Ez nagyon-nagyon természetes és nagyon-nagyon szép végeredmény. Én úgy érzem, hogy ez egy tipikus nyári kinézet, egy ilyen, ahogy Virág szokta mondani, bronzistennő. Most nem gondolnám, hogy én egy ilyen bronzistennő vagyok, de mégiscsak ezzel a highlighttal a végén, amivel én ezt megbolondítottam, ezzel mégiscsak lett egy ilyen nagyon üde, nagyon nyári, nagyon bronzos hatása, azzal együtt, hogy most szélvihar van, és a tó is lehűlt, és most nem is lehet fürödni, szóval ez nem éppen nekem kedvező időjárás, de ez nem tartott vissza attól, hogy én ezeket a termékeket ma kipróbáljam, úgyhogy ez a videó gyakorlatilag ennyi. Elég sok teszt videó van fönn, mind a bronzosítóval, mind a pirosítóval is a YouTube-on. Én egy-két linket be fogok menteni nektek az infoboxba. Ha rákattintotok, akkor részletesebben meg fogjátok tudni nézni ezeket a tesztvideókat. Én ennyivel gondoltam hozzájárulni így a bemutatáshoz, de elég meggyőző. Nekem ez nagyon tetszik, úgyhogy fogom használni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Vigyázzatok magatokra, iratkozzatok fel a csatornámra, közben széttépik a kutyák egymást itt a parkba. Kommenteljetek, és találkozunk hamarosan, legyen szerencsénk máskor is, sziasztok! Na sziasztok, egy picit még visszajelentkeztem, mert végül is csináltam egy ilyen elmenő sminket. Ehhez volt egyébként most kedvem, hogy ilyen bronzos lett a szem is, és szerintem ez nagyon-nagyon jól passzol ehhez az ilyen májvásabb, rózsásabb archoz. Bevallom, ilyen színeket nem nagyon szoktam használni, ugye nekem 90%-ban ilyen barackos, korallos pirosítóim vannak, és azokhoz is sminkelek, úgyhogy most feltettem a nódos szájverziót. Hát figyeljetek, én azt kell mondjam, hogy meg vagyok elégedve. Tehát nekem ez tetszik. Lehet, hogy egy picit lehet majd kevesebb, így leszedek egy nagyon picit ebből a pírből. Föltettem egyébként fixáló sprét, az is Catrice, a matt verziót, ezt az olajkontrollt. Úgyhogy én szerintem ez jól sikerült kombó. Tehát ez a Catrice bronzosító, ezzel a NYX pirosítóval, szerintem ez nagyon jól működik. Amit föltettem, tehát hogy képbe legyetek, a L'Oréal-nak a 72 órás mattító primere van rajtam, a Trendy Tap-nak a krémes alapozója, ugye, ami púderre változik, tehát ez nem nagyon volt, sőt, egyáltalán nem volt lepúderezve, csak akkor használtam már arcpúdert, amikor föltettem a pirosítót és a bronzosítót. A szememen a Fenty Beauty-nak a palettája van, illetve a L'Oréal Panorama szempillafesték, ennyi. A szájkontúr ceruza és a... Hát ez nem szájfény vagy rózs, hanem ez egy ilyen ajakbalzsam, mind a kettő dag lesz. Úgyhogy ilyen lett a végeredmény. Gondoltam, hogy ezt meg azért megmutatom nektek, bár meg kell mondjam, hogy nekem így smink nélkül csak a pirosító, bronzosító is úgy ennyi. Nekem úgy is nagyon tetszett, úgyhogy én simán, sőt, nyáron nagyon szeretem úgy hordani az arcomat, hogy nincs ez a full smink, csak olyan lehelletnyi. De most már tényleg elbúcsúzom, ez egy rövid videó. További szép napot. Sziasztok!